Sziasztok, szóval nem vagyok egy nagy dumás, a lényeg, hogy szeretnék segíteni azoknak, akiknek esetleg ugyanígy tönkre menne a távirányítós központi zár. Igazából itthon Magyarországon 10.000 forint környékén lehet kapni ezt a kis nyomógombos távirányítót, és az is ugyanúgy után gyártott lesz. Ez AliExpressről 2500 forint volt ingyenes postával, és sokan óva intettek tőle, hogy nem lesz jó, felesleges pénzkidobás, stb. Inkább javítassam meg a gyárit. Csak hogy a gyárnak nem a nyomógombja ment tönkre, mert közelről érzékelte az autó, hanem valószínűleg a valamilyen bizonyos olyan panel, ami a frekvencia továbbadásáért felelős, vagy valami antenna. Szóval emiatt inkább rendeltem, egyet megpróbáltam. Aztán ma megérkezett, és tökéletes. 2 perc alatt betanítottam, így leváltotta a gyárit, és ugyanúgy érzékeli, mint régen. Sajnos a réginél az volt a baj, hogy az új elemből kifolyt a sav, és megmarta az alaplapját, és a nyomtatott áramkört a régiben. Szóval az a gyári. Próbálom kiszedni. Szóval ez a után gyártott új elemmel küldik, és szintetek ugyanaz, mint a gyári. Annyi, hogy itt az omron volt a gyári beszállító, úgy pedig 04 igazából. De itt az a lényeg, a fő lényeg, hogy amikor rendel az ember, van több féle megahertzes is, tehát többféle frekvenciás, és itt az a lényeg, hogy ez az IDNOK3-ast kell megrendelni, azt mondom, az 750 MHz-es. Hogy azt stimmeljen, Európában is legalább Magyarországban ezt szállították, Japánban megint más. És ezt kell rendelni, ezt a KL3-asat. Én azt rendeltem, az is érkezett meg, tökéletesen működik, tehát szóval rájöttem, mi a baj, nyitva hagytam az ajtót, tehát jó, tehát nyitva van az ajtó, akkor nem hagyja. Ezt nem is tudtam. Szóval hát én csak a gyári már csak innen így működött itt az ajtótól. Régen a gyáriban. Igazából ennél messzebbről megkinyitja, tehát tökéletes. Azért 2500 forintért, ahogy is spóroltam 7500 forintot, azon, hogy okos voltam, és utána néztem, és megpróbáltam. Igazából ennyi, szerintem 2500 forintot simán megért. Próbált még, ha be is buktam volna, de igazából így meg főleg megérte. Ez a videó csak azért készült, hogy aki ugyanilyen problémával küzdik, szerintem, ha csak kapcsolót is kéne cserélni, az is 2500 forinttól biztos, hogy több lenne, ha két kapcsoló nyomógombot kellene cserélni. Úgyhogy igazából ennyi. A betanításról van egy csomó videó YouTube-on, és az alapján csináltam, másodjára sikerült is. Úgyhogy igazából ennyi. Sok sikert. A videó alatt pedig majd megtalálsz.